Ez a Teljes Élet Alapítvány videója. Söréden szerveznek táborokat nyaranta több turnusban mozgás és halmozottan sérült embereknek. Ezzel a felvétellel kérnek most segítséget. Tóth Tamás tanítót, a táborvezetőjét telefonon értük el. Ez mindig is ingyenes volt a táborozók számára. Ez egy 1984 óta működő alapítvány, és a nyári táborokban résztvevő táborozók számára ez egy ingyenes lehetőség, viszont magának a táboroknak a megszervezésének vannak olyan költségei, amelyek gyűjtésekből, illetve adó 1%-okból fedezhető, és ezért van szükség arra, hogy egyfajta forrást tudjunk ahhoz biztosítani, hogy a jövő évi tábor is megrendezésre kerülhessen. A helyzet az, hogy az eddigi hosszú évek során ez általában biztosított volt, jóval nagyobb volt az adakozó kedv, és nagyobbak voltak az alapítványnak a lehetőségei. Most ebben a megváltozott világban jóval nehezebb és nagyobb kiadás egy-egy tábornak a megszervezése, és ezért van még inkább szükség arra, hogy összefogjunk a sörédi tábor javára. Ehhez a jótékony kezdeményezéshez csatlakozott egy pécsi pedagógus, Villányi László is, aki már évek óta szervez tábort egészséges gyerekeknek. Amikor a Tamással beszéltünk, akkor ő mutatott nekem egy-két videót, és beszélt egy-két dologról, és azt gondoltam, hogy ha én azt látom, hogy ezek az egészséges, normális háttérrel, szociális háttérrel rendelkező gyerekeknek mit jelent egy tábor, és mondjuk meg, hogy nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek is ez a tábor, akkor mit jelentett azoknak, akiknek sajnos még az életük eléggé periférián mozog, bármennyire is próbáljuk azt elhitetni magunkkal és másokkal, hogy ez nem így van, de igenis így van, és igenis azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra a figyelemre, amit ezek a gyerekek megérdemelnek, és muszáj nekik megkapniuk. Nyaranta 120 ember táboroztatnak Söréden, most elfogyott a pénz, ezért jövőre veszélybe került a tábor megszervezése. Október 1-ig várják a felajánlásokat, mondta Villányi László.